A hallgatóknak a hulladékkezelés problémáit elemezték egyetemi oktatók és civil szervezetek képviselői. A szakmában általános vélemény, hogy a legfontosabb a megelőzés, azaz, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk, és ami létrejön, az is legyen környezetbarát. A hulladékok kezelése is, a hulladékok keletkeztetése, a gyártási folyamat is mind-mind környezetterheléssel jár együtt, és energiát és pénzt igényel. Képződik ugyan rajta valamennyi haszon, de ez ugye a csomagolóipari cégeknél csapódik le, és nem a társadalom egészének számára jelent hasznot. A TIK aulájában kiállítás is látható a hulladékkezelés problémáiról, a nemzetközi és hazai megoldásokról. Voltak, akik ki is mentek az épület környékére szemetet gyűjteni. A hallgatók tippeket is kaphattak arra, hogy egy háztartásban, egy kollégiumban, egy albérletben hogyan lehet minél kevesebb szemetet termelni. A Szegedi Tudományegyetem az ország legzöldebb egyeteme címet viseli, ezért is nagyon fontos szerepet érzünk abba, hogy a hallgatóinkat tudatformáljuk, és ahogy már megszokott tőlünk, minden hónapban egy újabb zöld rendezvényen rukkolunk elő, és ez lett az újabb állomásunk, a hulladékmentes nap. A TIK maga is környezetbarát intézmény. A mosdókban készszárítók vannak, kész szörlőpapír nincs, és a szemetet is szelektíven gyűjtik.